Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Katonai küldetésekre alakul egy nem mindennapi magáncég Magyarországon, tudta meg a növekedés.hu. Külföldi katonai feladatokra akár 600 fős kontingens kihelyezésére képes csapatot akar az alapító. A cég már toborozza a volt rendőröket, katonákat, büntetésvégrehajtásban dolgozó személyeket. A fizetés jóval több a hazainál, de a veszély is. Milyen célból alakulnak is ezek a csapatok, mit jelenthet ez számukra, mennyiben érint mindez bennünket? Erről beszélgetünk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel. Aki itt van a vonalban, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Üdvözlöm azért, a hallgatókat! Azért azóta elég sok minden más is kiderült még, ugye itt a növekedés.hu-nak a híréről beszélgetünk, aztán azóta a HVG-ben megjelent egy másik anyag, ugye, amely picit árnyalja ezt a képet, ugye itt még neve sincs, be sem jegyezték ezt a bizonyos céget, amelyről itt szó van. A tevékenységéről, ugye arról annyit lehet tudni, hogy katonai küldetésekre alakul egy nem mindennapi magáncég, hát tegyük majd helyre, jó, hogy ez mennyire nem mindennapi. Minden esetre ugye Baglyos Rihárdról van szó, a neve katonai körökben nem ismert, a cikk szerint biztonsági őrként viszont. Igen, és a férfi például azt írják itt a HVG-ben, hogy tavaly azzal került be a Blikbe, hogy idén ősszel az északi sarkra megy. Tehát azért ez két némileg ellentmondásos hír. Ön hogy látja, hogy melyiket kellene? Tehát, hogy próbáljuk már meg helyre takni, hogy melyik lehet igaz, és értelmezni ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy kellő távolságtartással kell ezt a hírt, ami fölröppent így a médiában kezelni. Az igaz, hogy az ilyen magánbiztonsági cégekre az elmúlt 20 évben a nemzetközi konfliktusok és nemzetközi hadszíntereken szükség volt. Tehát, hogy ezek a magánbiztonságok Irakban megjelentek, Afganisztánban, jelen vannak Afrikában, Észak-Afrikában, Közép-Afrikában, de hát nyilvánvalóan ezek a cégek egészen másfajta portfólióval, másfajta gazdasági háttérrel rendelkeznek. Ennek az információnak a háttere, tehát ami napvilágot látott, eléggé ködös. Úgyhogy én azért mondanám azt, hogy ugyan ez a világ ismert, és közel egy 100 milliárd dolláros piacról beszélünk ilyen magánbiztonsági cégeknél, úgymond a bolygón, hogy ebben magyar cégként így föl lehessen bukkanni egyik pillanatról a másikra, ezzel kapcsolatban eléggé szkeptikus vagyok. Akkor mi lehet ennek az egész történetnek a háttere, vagy hogyan tudjuk ezt egyáltalán helyre tenni? Ugye itt ilyenek hangzottak el a cikkben, hogy kivétel nélkül például szakmai múlttal rendelkező embereket toboroznak, akik korábban a készenléti rendőrség, vagy mondjuk a büntetés végrehajtás állományában működtek. Tehát akkor mi történhet itt akkor ön szerint? Nézze, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit, most így pestiesen szólva, ez egy feltupírozott hír. Az, hogy magyarok ilyen válságövezetekben megjelentek az elmúlt 20 évben, ez köztudott, és nemzetközi, tehát például amerikai biztonsági cégeknél, Irakban, logisztikai támogatásban, őrzésvédelemben dolgoztak magyar volt rendőrök, volt katonák, erről tud a szakma. Az, hogy ezen a piacon így a semmiből egyszerűen föl lehessen bukkanni, és adott esetben, ahogy a cikket néztem, ugye ilyen 600-800 embert azonnal toborozva meg lehessen jelenni külföldön, ezzel kapcsolatban azért is vagyok szkeptikus, mert hogy ennek hihetetlen anyagi háttere kell, hogy legyen. Tehát ugye azt kell értenünk, hogy 600-800 embernek az utaztatása, adott esetben az ő felszerelésük, olyan nemzetközi engedélyekkel való rendelkezés, amin keresztül például fegyverekkel, kommunikációs, telekommunikációs eszközökkel a világ bármely pontján meg lehessen jelenni. Ennek nagyon komoly nemzetközi sztenderdjei vannak, és hihetetlenül nehéz ennek egy cégnek megfelelnie. Tehát attól, hogy azt olvassuk, hogy egy ilyen magánhadsereg alakul, én ezért mondom azt, hogy kellő távolságtartással és szkeptikussággal nézek erre rá, hiszen ennek egy olyan fajta háttere, jogi háttere kell például, hogy legyen, amit egyik pillanatra a másikra nem lehet megteremteni. Egyébként, ha már a pénzt említette, ugye meg az, hogy ez egy nagyon komoly financiális hátteret igényel, ugye itt például azt hangzott el a cikkben, hogy rá is kérdeztek egyébként erre, és azt hangzott el, hogy az Emirátusokban lesz bejegyezve a felszerelések nagy részét, fegyverzetet, technikát, Kaukázus és Kaszpi-tenger menti országokból szerezzük be. Szóval tényleg ugye azt mondta, hogy érdemes némi távolságot
távolságtartással kezelni ezeket az információkat. Ezt is például, tehát hogy mondjuk egy ilyen típusú céget az Emirátusokban lehet bejegyezni? Nézd, hát vannak cégek, amelyek működnek az Emirátusokban. Megközelítőleg ezen a piacon ilyen 100-120 olyan nagyobb, közepes cég van jelen, amelyik ugye ezt a piacot úgymond átfogja. Azért azt a részét is nézzük, hogy a magyar törvények szerint ilyenfajta toborzást, és ilyenfajta, most nevezzük, ahogy a médiában mondták, zsoldos hadsereg. Igen. Egyébként ez nem zsoldos hadsereg, ez egy magánbiztonsági cég, de az ilyenfajta toborzást a magyar törvények nem teszik lehetővé. Tehát azért mondom, hogy az, hogy egy magyar cégként jelenjenek meg, és magyar cég ilyesmi tevékenységet végezzen háborús övezetekben, erre azért a magyar hatóságok, most megint csak testélyesen szólva, ugranak. Ezért mondom azt, hogy továbbra is bennem van egyfajta szkeptikus, ilyen hátralépős, távolról ránézős megközelítés ebben a témában. Ha mégis igaz az, hogy az Egyesült Arab Emirátusban történt ennek a cégnek a bejegyzése, adott esetben ott finanszírozási hátteret lehet találni, de még egyszer mondom, ez egy eléggé zárt piac, és attól, hogy van egy finanszírozó, attól még azok az engedélyek és azok a kapcsolatrendszerek egyik pillanatról a másikra nincsenek meg, ami ilyen 6-800, és ugye utána már az is volt, hogy akár adott esetben 3000 főt is Magyarországra el lehet vinni ezekbe a térségekbe. Ennél azért ez egy bonyolultabb tevékenység, tehát azért mondom, hogy nekem egy kicsit érzés oldalról ennek egy ilyen kacsa háttere, tehát ilyen média kacsa háttere van. Uborka szezon van, és ezt a hírt most eléggé fölkapta mindenki, de még egyszer mondom, szerintem azért ebben a témában nem ennyire egyszerű egy ilyen céget elindítani. És tényleg egy utolsó kérdés, egy gyors választ várnék rá, hogy például ez az ígéret, amit elhangzik, ugye, hogy aki mondjuk belép ebbe a cégbe, az nagyon komoly anyagi juttatást kap. Ennek milyen hatása lehet mondjuk akár itt a készenléti rendőrségről volt itt szó, meg büntetés végrehajtás volt, tehát magyarán el lehetne ilyen összegeket csábítani onnan embereket? Nézze. Mert hát azért tudjuk, hogy milyen biztos fizetések vannak. Igen. Az biztos, hogy ezen a területen jól keresnek, tehát sokkal jobban lehet keresni. Az, hogy egyébként ez a fajta toborzó tevékenység elinduljon, pontosan ezért mondtam azt, hogy a magyar hatóságok ilyenre ugranak. Tehát, hogyha most gondoljál azt, hogy mondjuk egy ilyen szűk létszám, és most is létszám problémákkal küzd mondjuk a rendőrség és a hadsereg, hirtelen mondjuk egy ilyen 2-3 ezer ember eltűnik a rendszerből. Tehát, hogy ez megint csak ennek az egész ügynek a komolytalanságát bizonyítja nekem. És nyilvánvalóan ehhez a hatóságoknak is lenne néhány szavó. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy ezt átbeszéltük. Szép napot, viszontlátásra. Köszönöm szépen a lehetőséget, önöknek is szép napot.